3, 2, 1, felvétel! Köszönöm. Sziasztok! Ez itt a Veca TV második része. Amit ma látni fogtok, az egy kis részlet abból, amikor kieresztettünk és egy kicsit bulisztunk. Egy ajándékátadást, amit a rajongóktól kaptam, és nagyon-nagyon örültem neki, nagyon jó kis pillanat volt. Ezen kívül benne lesz egy kis jelenet egy koncertből, amin ugye Várgeszti Péterrel énekeltem. És azt hiszem, hogy nagyjából ennyi, úgyhogy remélem, hogy megnézitek. Integet, nem! Mosolygás! Összeleg! Ezt vágatlanul tesszük fel így. Integetés! Meghajlás! Bemutatnám két csodálatos kollégámat. Odeszter! Káci! Káci! És ez a másik marha itt, akit nagyon szeretek. Én pedig Wagner Emül. Sziasztok! Ez nem ér neked normális így. De a videóban majd lesz nem tudjuk, hogy nem a vőlegényed. Még. Lejárt poén. Oké, akkor nézzük. Sziasztok! Mit lehet rólatok tudni, mit hoztok Vecának, ki kicsoda, és szerintem ennyi az összes kérdésem. Ki az, aki mer nekem kommunikálni? Sziasztok, kedves kis család! Itt vagyunk Siófokon, és nagy-nagy szeretettel várjuk Vecát, hamarosan megérkezik. Nagyon-nagyon izgulunk, és reméljük örülni fog a meglepetésünknek. Igen. Mi lesz az a meglepetés? Ezt eláruljátok most? Egy fotóalbum, amiben a rajongókkal készült közös képeket rakjuk bele, és reméljük nagyon fog neki örülni. Értem. Hát közel 10-20 perc múlva várható. Ugye azt mondtátok, hogy nagyon-nagyon nehéz elérni a Vecát, mert hogy mindig siet fellépésen volt meg minden. Úgyhogy most végre alkalmatok nyílik hozzá, vagy rá, vagy hát nem is tudom. Hát nagyon örülünk neki, hogy ilyen nagy lehetőséget kaptunk, hogy itt átadhatjuk neki, mert így egyszerűbb a dolog. És hogy végre tudunk vele egy kicsit beszélgetni, mert az eddig koncerteken nem nagyon sikerült. És szeretnénk neked nagyon-nagyon megköszönni, hogy segítettél ebben. Szóval nekem. Igen, neked. Hálásak vagyunk, köszönjük. Én is nagyon szépen köszönöm, hogy megköszöntétek, és akkor várjuk, hogy mikor érkezik Meca. Hát azért téged is bemutatnánk, de azt mondtad, hogy te nem akarsz itt szerepelni, de te is nagyon nagy Meca fan vagy, és a lányokat. Hát igen, nekem már alkalmam nyílt beszélgetni Vecával egyik veszprémi koncertje után, és nagyon közvetlennek találtam, úgyhogy mindenképpen érdemes volt megint eljönni, és köszönöm én is a lehetőséget, hogy itt lehetek a VIP szektorban. Hát akkor nem sokára érkezik, és meglátjuk, hogy mi lesz. Sziasztok! Bemutatom Emilt egyébként. Sziasztok! Ő az én gitárosom, és nem a férjem, de ugyebár megmondta, hogy még lehet. Sziasztok! Hát készültem meg a család Facebookos családot nevére, fogadtam sok szeretettel ezt a fotóalbumot. Jó, de érdekes a csoportot! Olyan képeket találsz benne, ami ilyen különböző koncerteken készültek a rajongókkal, meg egy karkötő, amit remélem, hogy én is készültem egy karkötővel, olyan, amit itt látsz a kezemen. Remélem, szerencsét fog hozni. Nagyon édesek vagytok, úristen, nagyon köszönöm. Persze. Annyira szeretünk. Jó, nagyon-nagyon aranyosak vagytok. Igen, persze, hogy lehet. Ne vicceljetek, drágák vagytok. Először. Szia. Nagyon örülök, Peca. Igen, tudom. Megvan. Köszönjük. Köszönjük. Igen.
amivel... Meg a De nagyon aranyosak vagyok. És hogy jött az ötlet, hogy én most kapok a játékot? Milyen célból? Hát igazából kedvesen szeretném volna átadni. De jött ez az ötlet, hogy most jó koncert, és gondoltuk, hogy pedig... De még... Nagyon-nagyon aranyosak vagyok. Le is ülök, és meg is nézem. Na hát, kedves nézőink, itt volt Veca. Kapott ajándékot meg minden, és itt vannak mögöttem a fiatalok, és megkérdezem őket, hogy hát milyen élmény volt, milyen érzés volt. Én ugye ezt nem tudhatom, mert elég sűrűn lógok együtt Vecával, de megnézzük. Úgyhogy fel is teszem a kérdést, hogy hát örültök, nem örültök. Sziasztok, kedves kis család, nagyon jól sikerült az átadás, Veca hihetetlen boldog volt, örült a kis meglepetésünknek. És mi is annyira boldogok vagyunk, konkrétan én nem tudok megszólalni. Nagyon közvetlen és hihetetlen boldog igen. volt. Én konkrétan még mindig nem térek magamhoz, mert hihetetlenül aranyos és nagyon kedves volt. És akkor egy integetést szeretnék kérni tőletek a Vélemmel. Sziasztok! 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 És utána kezdik a koncert. Jani Csák, Veca és Oda Ende Dorka! Gyertek, csajok! Gyertek, csajok! Hello, babák! Puszi lesz! Kérdezhetek valamit? Bármit. Mondhatok két mondatot? Hármat. Hármat is lehet? Persze, vigyázz, mert ott ül az egész RTL klub fönn. Sziasztok, Rötölö! Csak annyit szerettem volna, és hát szerettünk volna Dorkával ketten elmondani, hogy nagyon-nagyon köszönjük mindazt, amit értünk tettél. És hogy nagyon boldogok vagyunk, hogy itt lehetünk, és hogy nagyon szeretünk téged. Jaj, de jó! Gyertek máskor! Az ellenség! A teraszon figyel! Ott ül Pálinkán, közreműködik Nagy Feró. Figyeljetek csak oda, majd meglátjátok a könyvtárszakos mentor. Na, de most figyeljetek kis csávon, mert megmutatják, hogy tudnak énekelni. Egy ismert dal lesz, az a címe, hogy Ma jól vagyok. Na, szóljon! Hoppá! Nem, ez nem üzen, személyen be, ahogy
hogyha hacsát, valaki mondja meg, mi a fenének, ölelem a facsemetéket, lelkesen a tergeni, ki vagyok, durva, mint férfi ellen, nincs oltásom, ilyen ellen. Ha úgy vagyok, hogy jól vagyok, és messze vinnélek, terjed már nélkül el, és ebbre tennélek. Rani nem dobálnak is, maradni nem képes, ha jól esik a látszak is, hogy én végsértem el, semmi sem Reméljük élveztétek a mai adást is. Találkozunk legközelebb is itt a Veca TV-n. Sziasztok! Cse! Szöjjöztök! Mit csinálsz?